Színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat Komlón és környékén. Ugyan még tartanak a munkálatok, de hamarosan elkészül az új buszpályaudvar a Baranyai városban. Erről is beszélt Hoppá Péter azon a sajtótájékoztatón, ahol a térség átfogó közlekedés fejlesztését mutatták be a helyieknek. Nem csak gyönyörű buszpályaudvarunk lesz, a kormány jóvoltából kétszeres több száz millió forintos ráemeléssel a megnövekedett építői anyagárakat kompenzálandó, most már közelítünk az 1 milliárd forinthoz a beruházás kivitelezési költségeivel, hanem a mögöttem álló csodálatos vadonatúj 21. századi, majd hallunk róla, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező buszt is Komló kapja. Ez a négy jármű a Volánbusz jelenlegi gépparkjának legújabb darabja, mondta a vállalat elnök vezérigazgatója. Pafféri Zoltán kiemelte, hogy a buszok a Pécs-Mánfa-Komló útvonalon fognak közlekedni. 95 utas szállítására alkalmas egy jármű, a modern motoroknak köszönhetően pedig környezetbarát. Valamennyi autóbusz klimatizált, valamennyi autóbusz valós idejű utastájékoztató berendezéssel van ellátva, valamennyi üléspárhoz tartozik telefontöltését biztosító USB töltő, és ami nagyon fontos, a kerekesszékes és babakocsival utazó utasaink számára az új autóbuszok alacsony padlós kialakításúak, így nagyon könnyen akadálymentesen lehet felszállni és igénybe venni. Az eseményen kiemelték, hogy december 12-én változik az autóbuszok menetrendje az országban. Ehhez igazodnak a komlói járatok is, így a reggeli csúcsidőben 5, míg délutánonként 10-15 percenként indulnak a buszok. Sőt, az éjszakai közlekedést is biztosítják, ugyanis új járat indul majd Pécsről 0 óra 20 perckor. Az új menetrend életbelépésekor kezdik meg a tesztüzemet az új járművekkel, melyek a megújult pályaudvarról indulnak majd.